Sziasztok! A mai napon egy olyan tesztet készítettem, ami azt hivatott vizsgálni, hogy egy régebbi AMD-s konfigurációt, mint a birtokunkban lévő FX8350 alapú gép, aminek az átépítését egy korábbi videómban megtaláljátok, de itt a pop-upban is feltüntetem, vajon milyen videókártyával érdemes párosítani Full HD felbontásban úgy, hogy további javulást érjünk el, azaz meddig is lehet ezt bővíteni? Ez a teszt nem foglalkozik a Full HD-nál magasabb felbontással, mivel jelenleg ilyen monitor nem áll a rendelkezésünkre. Először szeretném bemutatni a számítógép életútját, majd a főbb komponenseket, mint az alaplapot, processzort és a tesztelés során használt videókártyákat. Ennek a gépnek az aktív használati ideje egészen 2012. októberéig nyúlik vissza, amikor az alaplap az MSI 970A G46 beszerzésre került mintegy 20.300 forintért. Kezdetben egy Athlon 2 X4-620-assal üzemelt először alapúra jelen, majd tuningolva, amit egy FX6300-as váltott 2014. júliusában, végül pedig egy FX8350-essel nyerte el végleges formáját a számítógép. Ez alatt az idő alatt sok videókártya is megfordult a gépben. Természetesen más komponensek is változtak az idő során, de ez nem része a mai tesztnek. Ez a gép végül 2022. februárjában került lecserélésre egy Ryzen 9 5950X-re. Ahogy a bevezetésben is említettem, arra vagyunk kíváncsiak, hogy mire is képes ez a rendszer így 2023 elején, mit tud kezdeni a mai játékokkal, és milyen videókártyát érdemes egyáltalán mellé tenni, annak reményében, hogy nyerjünk még egy kis időt, mielőtt végleg nyugdíjaznánk. Kezdjük a videókártyákkal a sort. Először az XFX RX 470-es videókártyával, ami 2016. augusztusában került kiadásra, mi 2016. decemberében vásároltuk 68.000 forintért. Ez a kártya 14 nanométeres gyártás technológián, 2048 shader unittal és 4 GB GDDR5 videómemóriával rendelkezik, mindez 126-os TDP fogyasztás érték mellett. A kártya PCI Express 3.0 16-os csatlakozóval rendelkezik. Nvidia oldalon a grafikus teljesítménye a GTX 780, GTX 1650 GDDR6 és a GTX 970-hez hasonló. Az Asus TUF GTX 1660 Ti 2019-ben kiadott kártya, melyet 2022-ben vásároltunk nagyjából 250 dollárért. Ez a kártya 12 nanométeren került gyártásba, 1536 shader unittal és 6 GB GDDR6-tal rendelkezik. A megadott TDP-je szintén 120 watt. Ez is PCI Express 3.0 16-szoros csatlakozást támogat legfeljebb. Teljesítménye hasonló az Nvidia RTX 3050, GTX 1070, valamint AMD oldalon a Vega 56 videókártyához. A Sapphire Nitro Plus RX 6650 XT a teszt legerősebb kártyája. Navi 23-as chippel rendelkező, 7 nanométeren gyártott, 2048 shader unittal és 8 GB GDDR6-tal rendelkező kártya, 176 watt TDP mellett. Itt a kártya egy PCI Express 4.0-as 8-as csatlakozóval rendelkezik, amelynek a sávszélessége PCI Express 4.0-as alaplapban azonos a PCI Express 3.0-as 16-os sávszélességgel. Azonban a PCI Express 4.0-át nem támogató alaplapokban ennél jóval alacsonyabb. Teljesítménye hasonló az Nvidia GTX 1080 Ti, RTX 2080 és RTX 3060 Ti-hoz. A méréseket egy AM3 Plus és egy AM4-re épülő konfigurációt használva végeztük el, annak érdekében, hogy látható legyen, hogy egy modernebb számítógépben mire képesek a videókártyák.
akkor nézzük először az ARM 3 Plus számítógép konfigurációját. Az alaplap az MSI 970A G46, egy 2011-es modell, szoket ARM 3 Plus foglalattal, AMD 970-es chipkészlettel, DDR3 memóriafoglalatokkal és PCI Express 2.0 csatlakozóval rendelkezik. A PCI Express 2.0 a következő limitációt fogja eredményezni a CPU VGA kapcsolatban, melyet az alábbi táblázat foglal össze. Ennek a kiszámításához tudnunk kell az alaplap és a videókártya PCI Express jellemzőjét. Nézzünk egy példát. Az alaplap PCI Express 2.0 16-szoros csatlakozója miatt 8 GB per szekundum sávszélességgel rendelkezik. Azonban a 6650 XT 8-as csatlakozója miatt ez az érték 4 GB per szekundumra fog csökkenni. Mint látható, a 6650 XT az elméleti maximális sávszélességéhez képest elég jelentős, mintegy 1/4 sávszélességgel rendelkezik. A processzor az AMD FX 8350, egy 2012-es modell, 8 magos, 8 szálas, ARM 3 Plus foglalattal, 4 GHz-es alapórajellel, 4,2 GHz turbo boosttal, 32 nanométeres gyártás technológiával, 125 wattos TDP-vel rendelkezik. A hűtéséről korábban egy Cooler Master Hyper 212-es gondoskodott, amely a magassága miatt sajnos nem fért be az új gépházba, látható a korábbi gépépítős videóban, így jelenleg egy Deepcool Gammax GTE V2 gondoskodik róla. Következzen a második konfiguráció. Az alaplap egy MSI Mag B550M bazooka. 2020. júliusában kiadott alaplap. Socket ARM4 foglalattal, B550-es chipkészlettel, DDR4 memóriafoglalatokkal és PCI Express 4.0 16-szoros csatlakozással rendelkezik. A processzor egy AMD Ryzen 5 5600X, ami egy 2020-as modell, 6 maggal, 12 szállal, ARM4-es foglalattal, 3,7 GHz alapórajellel, 4,6 GHz turbo boosttal, 7 nanométeres gyártás technológiával és 65 watt TDP-vel rendelkezik. A hűtést egy Sitemugen 5 hűtő biztosítja egy ventilátorral. Minden játék esetében a mérés többször is lefuttatásra került a kiválasztott szituációban. A War Thunder esetében a tesztelés az alábbi beállításokkal folyt, egy replay felhasználásával a reprodukálhatóság érdekében. Ennél a tesztnél tisztán látszik, hogy hiába rakunk egy erősebb videókártyát ehhez a processzorhoz, nem fogunk elérni jelentős teljesítménynövekedést. A fenti teszt megmutatja, hogy a War Thunderben DirectX 11-es módban teljes CPU limittel állunk szemben, hiszen bár a 6650 XT 2,5-szeres teljesítményre képes, mégis alig látható javulás. A GTA 5 tesztelése során a háttérben látható útvonal végigjárásával lett mérve a teljesítmény. A 6650 XT 1200-1500 MHz közötti órajelen működött a játékban, a 2500 MHz boost órajeléhez képest. Összességében ebben a játékban az AMD videókártyák jobban teljesítettek, de ismét erős CPU limittel állunk szemben. A Far Cry 5 esetében a háttérben látható útvonallal lett mérve a teljesítmény, kiadva a beépített benchmarkot. A Far Cry 5 eredménye hasonló a GTA 5 eredményéhez, annyiban, hogy ismét az AMD videókártyai teljesítettek jobban a 8350 mellett. Azonban itt az RX 470 némileg meg is előzte a nálánál jóval erősebb 6650 XT-t, amelyre a magyarázat a PCI Express sávszélességében keresendő. Itt szeretném megjegyezni, hogy a GTX 1660 Ti viszonylag gyengébb szereplésének az oka az utóbbi két játék esetében azzal magyarázható, hogy még az AMD kártyái a hardveres, az Nvidia szoftveres ütemezést használ bizonyos feladatok ellátására.
Ezzel kapcsolatban bővebb információval a Hardware Unboxed alábbi videói tudnak szolgálni, amit a leírásban megadtam. A fenti játékok mind CPU limitáltak voltak Full HD felbontásban, legmagasabb részletesség mellett. Azonban akadnak olyan játékok is, melyek esetében sokkal szebben skálázódnak még ezzel a processzorral is ezek a videókártyák. A Diablo 2 Resurrected tesztelése az Act 2 Ludgolén sivatagi pályáján zajlott, egy teljes szakasz kiirtása során. A Diablo 2 Resurrected nem kedvezett az AMD kártyáknak, rendkívül sok akadással szembesültünk a játék közben. Ez vélhetően driver problémára vezethető vissza, mely mindkét Radeon esetében megegyezett. Az Assassin's Creed Odyssey esetében Ultra Preset került kiválasztásra, és a beépített benchmark használatával történt a tesztelés. Ennek az eredményei láthatóak. Az eredményeket tekintve némi javulás megfigyelhető az újabb kártyákkal, de messze van attól, amit az ember elvárna a befektetett pénzt követően. 2023. március elején a GTX 1660 Ti az Asus-tól 100-120 ezer forintért szerezhető be, a 6650 XT a Sapphire-től pedig 175-200 ezer forintért vásárolható meg a boltokban. Tesztünk legújabb tagja a Cyberpunk 2077. A tesztelés során Ultra Preset került kiválasztásra, majd pedig abból az FSR DLSS Upscaling kikapcsolásra került. Ray Tracing nem volt használatban az RX 6650 XT-n sem. A teszt eredményei a beépített benchmarkkal készültek. A CPU kihasználtsága eléri sok esetben a 100%-ot. Mindemellett szép teljesítménynövekedést tapasztalhatunk, hiszen az RX 470-hez képest a 1660 Ti 66%, míg a 6650 XT 91%-kal teljesít jobban, ezáltal sokkal játszhatóbbá téve a játékot. Nézzük, hogy egy modernebb számítógépben mire képesek a fenti videókártyák változatlan tesztelési feltételek mellett. Az RX 470 esetében az eredmények fényében kijelenthető, hogy ez a kártya és a vele azonos teljesítmény kategóriába esők már az FX 8350 mellett sem hagynak magukban komolyabb potenciált, hiszen az FX és az 5600X között átlagosan 12-15%-os különbség volt megfigyelhető, kivételez a a Diablo 2 Resurrected, ahol 22%-os teljesítménynövekedést tapasztaltunk. A GTX 1660 Ti-nál a kép már árnyaltabb, ugyanis a mért játékok túlnyomó többsége esetén közel duplázható az elért FPS-ek száma, függően attól, hogy az adott játék mennyire terhelte le a videókártyát eredetileg. A GTA 5-nél 132%, a Far Cry 5-nél 117%, a War Thunder-nél 89%, az Assassin's Creed Odyssey-nél 47%, a Cyberpunk 2077-nél 24%, egyedül a Diablo 2 Resurrected esetében nem jelentkezett szignifikáns teljesítménynövekedés. A GTX 1660 Ti-nál tapasztaltak természetesen folytatódnak az AMD RX 6650 XT kártyája mellett is, mely tovább profitál a megnövekedett PCI Express sávszélességből is. Itt az FX-nél bent ragadt teljesítmény a következőképpen alakul. Az Assassin's Creed Odyssey esetén 157%, vagyis több mint 2,5-szeres FPS növekedést tudtunk elérni a Ryzennel való párosítás esetén. A Far Cry 5 esetében is megfigyelhető ekkora mértékű javulás, 168%, vagyis több mint 2,5-szeres teljesítménynövekedést tudunk elérni. A War Thunder esetében 133%, vagyis több mint 2-szeres teljesítménynövekedést ért el a 6650 XT a Ryzennel. A GTA 5 esetében 92%, Cyberpunk 2077 esetén 74%,
A Diablo 2 esetén 15% teljesítmény növelkedést ért el a 6650 XT a Ryzen 5600 X-el. Zárszóként elmondható, hogy ha továbbra is csak egy FX-es rendszer áll a rendelkezésünkre, és szeretnénk még egy kicsit használni a lecserélése előtt, akkor akár egy RX 6650 XT is képes teljesítménynövekedést felmutatni egy régebbi kártyához képest, függően attól, hogy milyen játékokkal játszunk. Azonban sem a 1660 Ti, sem pedig a 6650 XT képességei nincsenek kihasználva, ami tekintetbe véve az árukat nem valószínű, hogy elégedettséggel tölt el majd bennünket. Az FX 8350 mellé én személy szerint nem javaslok erősebb videókártyát tartós használatra, mint egy RX 470, mely szinte teljesen ki is van használva a processzorral. Ezt jól mutatják az 5600X-es eredmények. Mindez természetesen csak Full HD felbontásra igaz, amennyiben ennél nagyobb felbontású 2K-s vagy 4K-s monitor áll a rendelkezésünkre, akkor ez az ajánlott kártya kitolható valamely magasabb kategóriába. Ugyanígy megjegyezhetjük, hogy amennyiben a későbbiekben is szeretnénk használni a kártyát a következő konfigurációban, akkor természetesen egy jó stratégia lehet, hogy megvesszük azt, amivel a továbbiakban is játszani szeretnénk, és később cseréljük le az alaplapot, processzort, RAM-ot és a tápegységet. Remélem hasznosnak találtátok a videót, és köszönöm, hogy megnézted!